Wagner Zoltán arra ösztökéri az ellenzéki pártokat, hogy értelmezzék újra a saját valóságukat, meg az országét ennek összefüggésében, és hát gondolkozzanak már el rajta, hogy merre lehet tovább menni. Csizmadia Ervin, aki most vendégünk, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Pedig azt mondja mindannyiunknak, hogy hát ez egyfelől jogos, másrészt nem olyan egyszerű az, mint ahogy a Wagner Zoltán elképzel, hogy legyen egy erős MSZP, és az összes többi ellenzéki párt mondja azt, hogy jó, én tudom értelmezni magam egy piacpárti liberális pártként, és akkor mi így fogjunk össze, és lesz két csomópont. Mert ez így nem megy? Hát azt kell mondjam, hogy természetesen semmiképpen nem kritizálni akartam én a kollégámat, mert a kollégám fölvetése szerintem nagyon fontos. Tehát régóta beszélünk itt is ebben a műsorban, meg nagyon sokan arról, hogy a magyar ellenzék nem igazán talál fogást a magyar kormányon, és azt gondolom, hogy egyre többször erről el kell kezdenünk beszélni, hogy ez vajon miért nincs így. Tehát hát talán az is igaz, hogy a társadalom meg nem talál partnert az ellenzéki pártokban úgy igazából, vagy a demokratikus ellenzékben. Igen. De én azt gondolom, hogy vannak minták, amikhez vissza lehet térni, és én hadd mondjak egy ilyen mintát. Szerintem a legfontosabb kérdés az ellenzék számára, hogy fő kérdésekről, vagy úgy alapkérdésekről tud-e beszélni. Szerintem a mai politikai versenyben a legnagyobb probléma, hogy a fő kérdésekről és az alapkérdésekről a kormány oldal beszél, az ellenzéki oldal pedig részletkérdésekről beszél. A társadalom, amelyet pedig ön említ, az pedig a részletkérdéseknél elveszti a fonalat. Most mondok példát a részletkérdésre. Bármennyire is furcsa, de részletkérdés az oktatás is, akár a fő kérdésekhez képest, vagy részletkérdés az egészségügy is, vagy részletkérdés akár az alapjövedelem. Na de akkor mi a fő kérdés, ha nem ez? A fő kérdés például az, hogy hol tartunk, és hol tart az ország, hol tart Európa, és ahhoz nekünk hogy kell viszonyulnunk. Na jó, de ez azt a fajta társadalmi tudatosságot feltételezi az egyéntől, vagy az egyénről, hogy ő képes ilyen távlatokban gondolkozni, és nem csak azt látja, hogy bemegy az STK-ba, és nincs orvos, bemegy a gyerek az iskolába, és nincs kréta. Nem hiszem. Ez szerintem abszolút nem társadalmi tudatosságot igényel, hanem a mindennapi élet, a mindennapi valóság megélését. A példa, amit mondani akartam, az az 1989-90-es rendszerváltás. Az emberek azért lettek az új rendszer hívei, mert olyan nagyon társadalmilag tudatosak voltak. Csodát. Azért lettek a hívei, mert a levegőben volt az, hogy meg kell változni a régi rendszernek, és az akkori korszak ellenzéke, 89-90-ről beszélek, azokat a kérdéseket pontosan érzékelte, vele szemben pedig a néhai pártállam volt olyan, aki részletkérdésekről beszélt. Hiszen a pártállam mit mondott akkor? Egy-két dolgon változtatni kell, néhány dolgot kicsit jobban kell csinálni, és így tovább, és így tovább. Tehát az emberek ilyen dolgokban mérik le azt, vagy mérik fel azt, hogy kire érdemes szavazniuk, hogy kik azok, akik neki olyan perspektívát mutatnak, amiben el tudják helyezni magukat, és ez nem tudatosság. Én nagyon szeretek vitatkozni, még ha nem is biztos, hogy végül nekem van igazam. Az emberek 89-90-ben egy nagyon komoly ígéretre mondtak igent. Arra az ígéretre, hogy megváltozik az életük, sokkal jobb színvonalon, sokkal több pénzért, és sokkal szabadabban tudnak élni. De valószínűleg a sokkal több pénzért volt a legerősebb hívószó, és a sokkal jobb színvonalon. Ugye még emlékszünk arra, hogy itt arról volt szó, hogy Ausztriát utolérjük, mint 10 év múlva, és Ausztria volt a nagy vágyálom. Valóban ez is benne volt, jó létet fog teremteni az új rendszer, meg ilyesmi, de azért azt gondolom, hogy vannak pillanatok, amikor az emberek úgy érzik, hogy ő értük van minden, ami több, mint az, hogy több pénzük lesz. Tehát, hogy benne lesznek valamiben, együtt csinálják, ha tetszik a dolgot a politikai elittel. De most tudna mondani a magyar társadalomnak egy ilyet? Hát most... Amit így ki lehetne mondani a ellenzéki vezetőként, hogy hát... Ebben lesztek ti benne velem együtt, hát hogy most jöttök ez egy velem. Furcsa dolog, mert amit kérdez, az tulajdonképpen megválaszolja az orbánizmus titkát. Az orbánizmus titka tudnilik az, hogy az emberek egy jelentős része, függetlenül attól, hogy az ellenzék mit mond, és részletkérdésekben milyen kritikát gyakorol, ahogy az előbb hallottunk például a bírósági rendszerek állapotáról, Orbán hívei, az orbánizmus támogatói nem pártolnak el tőle, mert elhiszik neki, hogy ő ezt jobban oldja meg, mint a másik oldal. Ő egyedül, és majd ő meg is véd minket. Meg is véd minket, és ez egyébként fontos dolog, mert az emberek mindig összehasonlítanak. Tehát amikor azt mondtam, hogy a rendszerváltás idején az állampártnak nem hitték el, hogy a részletkérdéseket meg tudja javítani, az ellenzéknek pedig elhitték, az is egy összehasonlítás volt. Az emberek ilyen dolgokon mérik le azt, hogy kire szavazzanak. De az emberek miért szeretik a
azt, amikor azt mondják nekik, hogy megvédelek téged még önmagadtól is. Mert ugye itt voltak éppen, amikor a baloldali pártokat, a liberalizmust, a liberális embereket, a liberális pártot mondják el mindennek, és akkor most nyilván egyszerűen fogalmazok és kicsit sarkítva, akkor tulajdonképpen a társadalom egy részét minősítik ilyen módon, tehát a társadalom egy részétől megvédem a társadalom másik részét. Igen, de ez megint elvezet egy újabb titkához a politikának, ez pedig az, hogy az emberek igénylik azt, és egyébként szerintem jogosan igénylik, hogy a politikában legyenek tekintélyek. Most az lehet, hogy nem biztos, hogy Orbán Viktor a legjobb tekintély. De most gondoljunk bele abba, hogy ha a politikusok között egyetlen egy olyat nem lát, akit én el tudok hinni olyasminek, akinek én hinni tudok tulajdonképpen, mert amit ön mondott, hogy a rendszerváltás idején elhittük azt, hogy majd jobbá teszik a világot, az miért volt? Azért, mert elhitték azt, hogy olyan politikusok vannak, akik tekintélyként figyelembe vehetők. Ma pedig nekem az a fő problémám a mai politikával, vagy inkább mondjuk a mai ellenzéki politikával, hogy hiába mondják a szakpolitikai elképzeléseiket, hogyha tekintélyt nem tudnak hozzárendelni. Na most Lakner Zoltán igen pragmatikusan fogja meg, hogyha nagyon leegyszerűsítem, amit mondott. Van egy erős, vagy az ellenzéki oldalon a legerősebb MSZP, mondja ki magáról, hogy ő egy micsoda. Hogy mit képvisel, hogy ő egy szociáldemokrata párt, és az mi. És legyen egy másik tömb, amelyiknek megvan a közös többszöröse, a liberalizmus, a piacgazdaságban való hit, és még számtalan dolgot fel lehet sorolni, ami valamiféle együttműködésre adhat lehetőséget, egy másik tömb, és ez a két tömb együtt tudja ütni a kormányt, hogyha még ezt hozzáveszünk az ide nem tartozó Jobbikot is, amelyik szintén most önmagát igen keményen megfogalmazta a kormánnyal szemben, lenne három csomópont, amelyikben lehetne hinni még akkor is, hogyha nagyon különböző kezel. Hát én örülök, hogy szóba hozta a Jobbik kérdését is, mert ugye a hétvégén volt a Jobbiknak az évértékelője, és pont azon gondolkodtam, hogy végignéztem azt a beszédet, hogy a Jobbik kvázi szinte nincs olyan elem, amiben nagyon mást mondana, mint a másik két ellenzéki tömb, amelyikre ön utalt. Ezzel együtt nyilvánvalóan... Lehet, hogy ez azért a cukiság része. Igen, de azért itt szerintem ez már messze túlment a cukiságon, mert a Jobbiknak van még egy új ajánlata is, amire egyébként az ellenzék másik két eleme nem mond semmit, ez pedig az, hogy ő átmetszi a magyar társadalom megosztottságát. Vona Gábor beszédének legérdekesebb gondolata szerintem ez volt, hogy majd ők lesznek azok, akik a baloldal és a jobboldal közötti óriási megosztottságot áthidalják. Jelzem, ez is visszavezet a rendszerváltáshoz, mellesleg szerintem nekünk politikai elemzőknek és a nézőknek is állandóan érdemes összehasonlításokat tennünk a 25 évvel ezelőtti helyzettel, akkor a Fidesz mondta azt, hogy a népi urbánus ellentétet át fogja metszeni, és helyette valami olyat hoz, amiben mindenki megtalálja magát. Például a Jobbik számára is ez a legnagyobb kihívás, hogy ilyen átmetsző stratégia sikerre vezethet-e. De visszatérve ahhoz, hogy a szociáldemokrata és a liberális gondolat között lehet-e valami két irányzatot képezni, hát azt gondolom, hogy igen, csak hát, és ez egyébként mások is mondják, tehát mostanában minthogyha ez lenne a fő gondolat, de ez még mindig nem a fő kérdés. Ez egy szervezett szociológiai kérdés, hogyha tetszik. Tehát, hogyha a fő kérdés, az se fő kérdés, hogy valaki szociáldemokrataként vagy liberálisként fogalmazza meg magát. Az a fő kérdés, hogy például mit mond arról, hogy Magyarország a mai Európában hogy akar elhelyezkedni. Van a DK-nak, erről Gyurcsány Ferenccel itt tegnap reggel beszélgettünk, 363, azt hiszem. 363 pontja. Ez a programja. Hát 361 ponttal egy választó nem tud mit kezdeni. Ez nyilván nem is erről szól. Mondta, hogy ez lesz egy ilyen rövidebb, zonzásítottabb verzió. Hát, talán 5 pontnyi. Mert ugye az értelmezhető. Le lehet annyira csupaszítani egy ilyen programot, hogy átütő legyen a társadalom számára? Mert végül egy mondat marad, azzal az egy mondattal nyer vagy veszít valaki választást, nem? Nem, egy programot semmiképpen nem, de hogyha a vezető politikusok állandóan arról beszélnek, ami a magyar lakosságot szerintem ma leginkább foglalkoztató kérdés, hogy ez az Európa nem olyan Európa, mint amelyik az elmúlt 25 évben volt. Itt valami történt. Erről, amíg az ellenzék nem beszél, addig szerintem csupaszíthat
pontokat és a 360. De ezzel azt mondja, hogy nem az egészségügy, nem az oktatás, nem a szokásos kérdések, a volán dolgozók sztrájka, és ezek fogják eldönteni a választást 2018-ban, nem az az egyszerű kérdés, hogy hogy viszonyulunk az európai jövőjéhez. Nem, ez egy bonyolult kérdés, ez egyáltalán nem egyszerű kérdés, csak egy nagyon-nagyon fontos kérdés, mert az emberek, na itt jön be az, amit ön tudatosságnak nevezett, és amivel én vitatkoztam, hogy ez nem tudatosság, hanem az emberek mindennapi tapasztalata, hogy hogy éljük meg a körülöttünk lévő világot. Van arról nekünk tapasztalatunk, bevándorlásügy, migránsügy, a demokráciák helyzete Európában, hogyan állnak a demokráciák. Erről valamit mondani kell. Tehát szerintem itt az ellenzék homokba dugja a fejét, és ezt a homokba dugást a társadalom jelentős része érzi, tovább megyek, nem bocsátja meg az ellenzéknek. Tehát miért nem tud az ellenzék több szavazatot produkálni? Miért nem növekszik a népszerűsége? Azért, mert ezekben a fontos kérdésekben nincs olyan gondolata, ami versenyezni tudna a Fidesznek az Európáról, a demokráciáról, vagy még egyet mondok, ez pedig az egyenlőtlenségeknek a kérdése. Na ez már egy fontosabb kérdés. És megint csak, ez már egy alapkérdés. Maga Európa és a periféria és a társadalom belüli különbségek. A társadalmi egyenlőtlenségek is? Vészes növekedése. Hát erről ír a teljes nemzetközi politika, tudományi, hogy mondjam. Hát jó, most jutottunk el abba a fázisba, hogy kéne rendelnünk kávét, és akkor folytathatnánk a vitát napestig. Szívesen megiszom, ha... Fogok adni kávét, ha tudok adni kávét, viszont nincs időnk több, hogy a nyilvánosság előtt vitatkozzunk. Köszönöm szépen a beszélgetést.